84. perc végén járunk. Priskin, Stark, Szili. Stark ugye nincs ott a védelem közepén, most át megindulhat a Ferencváros. Teljesen üres a jobb oldal, Lipcsei veszi észre Kristant. És így még helyzet. Gerályi az első lövés a meccsen. Vukmir. Kriston. Kihozta egy kötényt Németnek. Gera. Tököli helyzetben. Tököli. Gól. A 13. percben megszerzi a vezetést a Ferencváros Tököli találatával. Kriston nagyon szépen játssza át Németet, és utána a passznál érdemes figyelni, hogy Tököli elengedi maga mellett, Gera azonnal megjátsza a csatártársat, és Tököli megszerzi 13. gólját ebben a bajnokságban. 1-0-ra vezet tehát a Ferencváros. Egyébként Tököli éppen a Győr ellen volt utoljára eredményes bajnokin, március 15-én. Három és fél perc telt el a Ferencváros gólya óta, győri szabadrugás. Szanyó csavar! Nagyon szép lövés volt. Szanyó szabadrugása óta 25 perc, sőt több mint 25 perc telt el. Minden különösebb esemény nélkül most egy újabb szabadrugás jöhet. Ezúttal a másik oldalon. Lipcsei, ez szép! Sebők leér az alsó sarokhoz. Végre van miért tapsolni. Második perc a második félidőben, és nagyon jó szögből győri szabadrugás következik. Szanyó csavar, nem sokkal ment mellé. Zovát. Leandro. Ez jó indítás. Tököli viheti kapura, Tököli. Addig-addig várt, amíg Stark becsúszott. Jekyll. Ébresztőt kiabál a ferencvárosi közönség joggal. Közben Bajewski szlalomja. Bajewski, Baumgartner, és rosszul veszi át. Nagyon beálltunk védekezni, és ez a lényege, ez az egésznek. Első félidőben túl védekező volt a csapat, a félidőben megbeszéltük azt, hogy támadni kell. Második félidőben ezáltal jobb volt a játék, és legalább egy döntetlen megérdemeltünk volna. De mintha az átütő erő hiányzott volna a Győr együtteséből. Nincs határunk, ez a problémánk. Ugye támadunk, jól játszottunk a második félidőben, és csatár nélkül nem lehet gólokat tudni. Ma tényleg nem játszottunk jól, de megnyertük a mérkőzést, ami rendkívül fontos dolog, és azt láttam a csapaton, hogy az igyekezet ellenére sem ment ma jobban a játék.